Utána kezdtünk el beszélgetni a Mátéval, ami nekem egy nagyon szimpatikus élmény volt, mert egy olyan értékrendű, lelkületű emberrel találkoztam, akire mondhatnám azt is, hogy a tiszterlángom. Egy olyan családból jön, ahol a szülei hozták létre például a Csángó Fesztivált. Az édesapja vezette a Jászság Népi Együttest, kinyitó győztes volt, és olyan sok kapcsolódásunk lett a hittünkben, amire egész életemben vágytam, ahonnan én jövök, a világ egyik leggyorsabb táncosa, aki kezet fogott Erzsébet királynéval, aki tanár, és nagyon-nagyon csodálatosan foglalkozik a gyerekekkel, és az a küldetése, hogy a népi táncokat, kultúrát továbbadja.